Az ősz beköszöntével egy kerekformájú, sárga színű és nagyon finom kultúrnövény, a sütőtök kerül a legtöbb közösségi rendezvény központjába. A Talentum óvoda dolgozói is igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy megismertessék ezt a finomságot az apróságokkal. Egy vidám és jó hangulatú eseményt, egy tökéletes délelőttöt szerveztek az itt dolgozók a Múzeumparkba, melyen az óvodások sorversenyen mérték össze ügyességüket. Tudtuk meg Bíró Andreától, a Talentum óvoda vezetőjétől. Ilyenkor ősszel a Karcagon, a Talentum óvodában mindig nagyon sok érdekes esemény történik, nagyon sok ötletet ad az őszi természet, és nem csak a természeti értékeket figyeljük meg, és használjuk ki, és használjuk fel az óvodai tevékenységek során, nem odafigyelünk a jeles napokra, a hagyományokra. Ilyen volt a nagyon érdekes dömötörnapunk, ami az egész óvodát érintette, de az őszi terméseket is, ahogy megfigyeljük, játszani is szoktunk velük, olyan ez a mai nap, a tökéletes délelőtt, itt a tök a főszereplő, és mielőtt megsütjük, megesszük, jót játszunk vele, sorversenyeket szervezünk, ahol a nagyok a főszereplők, és a kicsik pedig a szurkolók. Ilyenkor megfigyelhetik a tök tulajdonságait, mindamellett, hogy jót szórakoznak és mozognak a szép őszi időben. A gyerekek a képeket elnézve izgatottan vágtak bele a feladatokba. Hangos buzdítás mellett igyekeztek teljesíteni a sorpályákat, és végig pörgetni a tököket a lehető leggyorsabban. Az óvodások közül valaki lassabban, megfontoltan vett részt a feladatokban, de voltak olyanok is, akik mindent beleadtak, és ez meg is látszott az eredményükön. A gyerekek mindenféle programot várnak, hiszen az óvónők mindenféle dologra jól fel tudják hívni az érdeklődésüket a gyerekeknek, és szerencsénkre, illetve hála Istennek a Talentum óvodába érdeklődő kis figyelmes okos gyerekek járnak, és elég könnyű őket motiválni. Karcagon adottak ezek a körülmények, hiszen egy mezőgazdasági városban élünk, és körülveszi őket akár az állatok, akár pedig a mai nap főszereplője a tök is. Miután minden apróság megmutatta tehetségét a tökös ügyességi feladatokban, következhetett a dolgok egyszerűbb része. Az óvoda pedagógusok felszeletelték a sütőtököket, majd megsütötték. A gyerekek pedig jó ízűen fogyasztották az őszi finomságokat. Mondhatjuk, hogy minden tökéletes volt ezen a napon, az óvodások legnagyobb örömére.